Minecraft-a mai videóban különböző crafting receptek segítségével extra hosszú tárgyakat fogunk tudni készíteni a játékban. De hogy mik ezek? nézzük. Szokásosan vágjunk ki egy fát, és ha a crafting table-be hogy long, akkor itt is vannak azok az eszközök, amiket el fogunk tudni készíteni. Az első egy brutál hosszú csákány lesz, itt is van a legeslegelső hosszú itemünk, konkrétan a képernyőbe se fér bele. Induljunk is leszépen a bányába, kíváncsi vagyok, hogy ezzel mire vagyok képes. S úristen, de megijedtem. Na ez azért durva. A bányászás szerintem nem feltétlenül fog problémát okozni nekünk, az egyszer biztos. Szerencsére damage-et nem kapok, úgyhogy az azért király, már is van szenünk. És van még egy kard is, amit el tudunk készíteni. Meg is kaptuk. Ez is elég érdekesen néz ki a kezemben. Nézzük, hogy ezzel mondjuk mit tudok művelni egy mobon. Itt van egy ló, megütöm, azt a brutál messzire ellövi. Na jó, ö, nekünk kelleni fog bari, annak érdekében, hogy legyen egyrészt kajám, másrészt pedig egy ágyam. Csak mondjuk ezzel a karddal egy kisebb kihívás őket megölni. Bár a Ford is segít. Ágy pipa. A következő meg egy kölcsákány lesz, és elméletileg ez jobb, mint a fa. Úgyhogy nézzük is, próbáljuk ki. Uff, és igen. Ez valóban jobb, viszont amit észrevettem, hogy itt nem kapom meg. Ó, nem kapom meg a követ, viszont az érceket kiégetve adja oda. Na azért az nem sima. Oké, okay, akkor kéne találnunk vasat, tulajdonképpen. Ami már van is, let's go! Kettő darab eddig, az mondjuk nem sok. Oké, okay, érkezett a többi. Mondjuk a 16 vas szerintem egyelőre elég. Amúgy ez tényleg tök jó csákány, mert a fölösleges dolgokat nem szedi ki. Ha meg kell kő, akkor meg a facsákányt használom. Így is van, a következő a long iron pickaxe lesz. És meg is van. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mire kell számítani. Úristen! Na az mondjuk már tényleg durva. Azt a mindenit. Szépen le kell menni a gyémántnak a szintjére, és annyira jó, hogy nem kapunk full imádom. Viszont a mobok azok jönnek ezerrel, ők mondjuk lehet, hogy egy kihagyható részei lennének ennek az egésznek. Bár itt van a Long Wooden sword és el tudom őket lökni. Gyerünk, gyémánt vadászatra fel, kellenek a gyémántok. Ugyanis van gyémántos recept is. Úristen, mennyi mob van itt, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ásunk ott a gyémánt. Szépen ütöm is kifele. Nice, meg is vannak a gyémántjaink, let's go! Hét darab rögtön. Az nem is vészes. Aranyra is szükségem van, úgyhogy azt is fogok szedni. Ugyanis arany almákat is fog kellene majd csinálni. Na hát így jémántot találni azért tényleg pofon egyszerű. Tehát ennél könnyebb módszer szerintem még senki nem talált. Ennyi szerintem elég lesz mindenből. Mehetünk is vissza. Aha, és ezzel lehetséges az, hogy mondjuk a favágást is kicsit megkönnyítem. Igen, itt is van a Long Stone X. Az összes fát kiülti körülöttem. Csak az a baj ezzel, hogy nem hagyja meg az almákat se. Ami viszont lehet, hogy most problémás. Long Wooden Sword, az már van. Az a baj, hogy nem ismerem fel az, hogy mi van a kezemben. Jó, mert egy kőkard, mert most nekem küzdenem kell. Itt a Stone Sword, megvédjük magunkat. Csak még ennem is kéne. És azért kell küzdenem, ugyanis kell nekem így, e, amihez meg kéne pókokat ölni. Ezt a kőkardot most próbáljuk ki először. Jaj, hogy ez föl is robban? Az mondjuk lehet, hogy egy picit hatásosabb. De hogy ez minden mobot Egyből föl fog tudni robbantani? Nem feltétlen, de hogyha ott marad a mob, akkor igen. Oké, okay, jöjjenek azok a... Na ne. A TNT ezt is felrobbantotta? Akkor ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Oké. Okay. Nice. Igazából már csak három darab kéne. Oké. Okay. Egy darab. Ó, oh, let's go, meg is van. 10 darab string. Aha, ilyenünk se volt még. Vaskardot, hogyha készítek, akkor elvileg kapunk egy jobb receptet. Itt is van Long Iron Sword. Úgyhogy ezeket a kardokat le is lehet cserélni. Iron Pickaxe, Iron Sword, itt tartunk már. Ezeket meg itt jobb oldalt nyugdíjaztatom szerintem, amit nem használok. Aha, de van gyémánt kard lehetőség is. Azt is majd kipróbáljuk. Nézzük az Iron Axe-ot. Ezzel feltételezem, hogy fákat is ugyanúgy ki tudok vágni. Vagy nem. Nem! Jobb klikk! Uuuh, jobb klikkel lehet kiütni. Na, az mondjuk még jobb. Ott látok amúgy almát, az tökéletes. Az nekünk alapból is fog kelleni. Kéne alma! Gyerünk! Hol az alma? Ott is van egy! Na, ezzel kifarmoljuk az almákat. Igazából három darab kell összesen. Úgyhogy ezzel tényleg könnyű lesz megszerezni. Oké, okay, ott is van három alma. Szépen ezek átkonvertálódnak aranyalmává, mind a három. És jöhet is a Long Golden Apple. Nem tudom, hogy ez mit csinálhat. Úristen, ennyiféle effektet ad nekünk konkrétan. Ez brutális. Ez majd szerintem az Endo Dragon küzdelemhez jó lesz. Úgyhogy szerzek még néhány almát, illetve aranyat is. És csinálok jó néhány ilyen Long Golden Apple-t. Ez nagyon durva. Ja! Hogy ezt én visszakapom? Na várjál! Oh, kicsit be van az inventorim, de hogy ezt visszakapom, ezt nem kell még egyszer lekraftolni, no ne, azért ez durva. Még az i elkészítem. Oké, okay, itt is van a long i. Ez mit lő ki magából? Használ egyáltalán nyilakat? Nem feltétlenül tudom értelmezni azt, ami történik. Ú, uh, de tudom értelmezni, oké. Okay. <tört> csak viszonylag közel kell lennem egy mobhoz. Ja, hogy... <tört> hogyha földet ütöm, akkor azt is kiszedé. Oké, okay. nekem így is jó. Na jó, azt mondom, hogy itt az ideje annak, hogy megcsináljam mindenből a gyémánt verziót, és kivigyem a Minecraftot. Tehát, gyémánt kard, oké, okay. Gémán gyémánt és van még balta is. Hát ő, erre nagyon kíváncsi vagyok, ez mennyire durván néz ki már. Elvileg, ha jogklikkelek vele, ú, akkor grapplerként funkcionál ez az egész. És meg is tudok, úristen, ö, én most lehet, hogy itt meghaltam. Nem haltam meg, mert van full damage elkerülő, ez jó lesz majd az endben. És itt van egy csákány, ö, ami elméletileg eltüntet egy egész csánkot. Uff! Nem is kicsit tünteti el azt a csánkot. Azt a minden itt, mi történt itt? Minden eltűnt. Úgy látom, hogy ezt a kardot így nagyjából most és ilyenkor kell használni. És ez végtelenszer lehet. Úgyhogy ezzel meg vagyunk mentve egy picit. És mit csinál ez a balta? Aha, ez is tud blokkokat ütni, nagyon jó. De folyamatosan. Ja, hát fátvágni vele nem jó, tehát hogy azt, azt ne is álmodozzunk róla. Ez a grapplörös téma, ez nagyon tetszik, és nagyon-nagyon hasznosnak tűnik. Oké, okay, van egy vödör vizem most már, és keresünk egy lávapult majd, hogy le tudjunk menni a nedőrbe. De előtte még kéne egy kis gyémánt, hogy legalább egy gyémánt szettem azért legyen. Így a formalitás kedvéért. Pont egy gyémántos helyen ütöttem ki, úgyhogy jó lesz. Oké, okay, itt is lesz gyémánt. Jó, szerintem megleszünk. 30 gyémánt, abból kijön a szettem. Grapplőre visszamegyünk szépen, Istenem, ez nagyon jó. Ez használnám a sima minecraft is, hogyha lenne rá lehetőség. Jó, ja, hogy lefele is tudjuk használni, ezt nem csak fölfele. De menő. Gyerünk, aludjunk. Készül a szettem. Hát ezek közül amúgy már nem kell semmi. Igazából most már csak a nedőrbe kéne lejutnom. Valami lába a segítségével. De mondjuk van itt egy falu is. Az se rossz. Nem tudom, hogy kajára mennyi szükségem van, úgyhogy szerintem kiszedek néhány helyi és ott is a láva Csak rökvíz nincs, nyilván. De mindjárt lesz. Ja, meg grevelem sincs amúgy, úgyhogy azt is kéne valahol találni. Hát én csak ilyen bot módon tudom megépíteni a nether portát. De ha működik, akkor működik. Oké, okay, elvileg kész is. Valahogy éreztem, hogy ez nem fogja úgy kiszedni, hogy én szeretném. De ott még szerencsére van több gravel. Jó, Flint. És már mehetünk is. Koordinátát azért megjegyzek, de nyilván egy teljesen szörnyű helyre kell lessünk. Tehát hova máshova. Ú, viszont van kék erdő, az nagyon király. Nyilván az endőrmenek miatt. Ah, oh, ennyi volt megölni egy endőrment. Azért az abszolút nem sok. Ez is kettőt, és jó, ez tetszik. Mondjuk ott egy kicsit több a kék erdő, meg a piros is. Jó, ez ennyire droppolni fogja a szemeket? Annak örülnék. Jó. Ebbe tuti van valami forcsönös cucc. Ó, oh, a lávába egyébként nagyon-nagyon kicsi tégek csak. Úgyhogy ez tök jó. Meg nyilván itt van nálam az aranyalma is, tehát hogyha bármi vész van, akkor én ezt meg tudom oldani. De mondjuk kell egy kis kenyér szerintem. Jó, beadtam magamnak az almát, nem bízom a véletlenre. Easy, meg is van a 16. Hopp, bele is botlottunk egy Fortressbe. Ajaj, csak égek is. Nice. Ez az, gyertek rám, blézek, nyomjátok. Nem tudom, hogy ezt miért csináltam. Ne kérdezzétek. Na nem baj, van itt még egy blaze spawner, úgyhogy az easy. Egyetlen egy ütés per blaze. Jó, szerintem megvagyunk blaze rodakkal. Nem is tudom, hogy minek szedtem ennyi. De hát ha már jöttetek, akkor titeket is leöllek. Oké, okay, így már fixen megvagyunk blaze rodakkal. Mehetünk vissza. Elvileg itt is vagyunk, és igen. Csak nehéz eltalálni a portát. Oké, okay, kész vannak a szemek. És irány az end arra fele. Hát remélem nem a víz közepén lesz amúgy. Jó, szerencsére nem. Hoppá, hoppá, visszafele kell már menni? Valahol errefele lesz. Hú, ezekkel a portálokkal amúgy mindig szenvedek, és na jó, most ide jött. Aha, itt kell lemenni, jó, meg lesz. Csak őt még megöljük, köszi. Mondanám, hogy használom ezeket a csákányokat, csak tartok, hogy ki fogom beleszedni az end portált. Mondjuk ezzel jó, ezzel működik. Aha, itt leszünk. Oké, okay, már meg is van Ö, Ezzel ugye megölhetem őket, jó Ezt nem fogom kiszedni valószínűleg Viszont, uh Az összes szemre konkrétan szükség van Milyen jó, hogy ennyit szedtem Jó, egy szemre nincs szükség, de az összes többire igen Na menjünk is Oké, okay, nyitott terepen, itt vagyunk Szépen jövünk, pak, lövünk egy ilyet Lövünk még egy olyat Még egy olyat Úristen, mekkora pusztítást végzünk itt nagyon durva, amit itt most történik. Ja, hogy amúgy nem is kell nekem itt nagyon szambázgatnom ezzel az itemmel, mert hogy az íj, az konkrétan szétlő mindent, ami az útjába kerül. A dragonra is hatással van? Na, azt majd kipróbáljuk. Jó, hát ezzel azért tényleg gyerekjáték leszedni a tornyokat. Szerintem meg is van az összes. Ja, persze, beszünk egy aranyalmát a biztonság kedvéért, hogy ne történjen velünk semmi. És már is jön lefele a sárkány. Szépen megütögetjük, nem fog minket ellökni, ugye, mert vissza tudunk jönni. Úgyhogy minket ez abszolút nem akadályoz meg semmiben, csak nem tudok ugrálni. Úgyhogy egy picit uh, lehet, hogy nehezebb lesz őt támadni. innen kívülről próbálkozunk. Jó, hát uh, eddig nem voltunk túl hatásosak, maradjunk annyiban. Ó, oh, um, semmilyen animációja nem volt az Ender Dragon megölésnek, mert konkrétan elpusztítottam ezzel az itemmel, és ott a falba ragad bele, az GG. Hát ez egy fura befejezés volt, viszont ez a datapack is egészen fura volt a szokásoshoz képest, úgyhogy én nem lepődtem meg ezen, de legalább kivittük a játékot. Ezekkel a furcsa receptekkel, illetve itemekkel. Ha hát, csácok, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor azt mindenféleképpen egy lájka, és ne felejtsétek el feliratkozni további hasonló tartalmakért. Találkozunk legközelebb, lejtek jók, sziasztok!